Az idősebb korosztály kulturális igénye teljesen más, szinte teljesen más, mint a fiataloké. Azokra a műsorokra, amelyeket az idősebb korosztály, tehát a 30-tól 50-ig, 60-ig jelentene, a fiatalok már nem mennek be. Tehát ezek a magyar nótaestek, ezek a bálok, ezek a társas együttlétek már nem töltik be azokat a feladatokat, ami vonzana a fiatalokat. Éppen az időseket talán kicsit érdemesebb külön kezelni. Olyan műsorokat kell szervezni a kulturális intézményekben, szintereken, amelyek ezeket az embereket ellátják. Tehát nagyon fontos, hogy az elmagányosodás ellen segítsen a kultúra. Ugyanis ezek az emberek egyre nagyobb számban maguk maradnak, különösen az asszonyok. Az emberek ugyanis elhullanak. Nagyon hamar elmennek el a magyar férfiak, és az asszonyok ott maradnak a falvakban egyedül színe bezárva. És csak ezek a kulturális rendezvények azok, ahol egy tisztességes asszony fölmehet. Éppen ezért ezeket meg kell rendezni. Dalestekre gondoló színházi előadásokra, önképzőkörökre, könyvtári és egészségügyi rendezvényekre. Ezeket mind meg kell csinálni, és mind meg kell találni erre a forrásokat, mert egyébként ezek az asszonyok elvesznek gyakorlatilag a közösség számára. Hiszen a családjuk messze van, a televízió nem szól vissza, és egyre inkább eltávolodnak attól a világtól, amiben egyébként nyugodtan élhetnének is. Pár találhatnának, vagy valamilyen úton-módon kitölnének ebből az elszigeteltségből. Tehát a kultúra a vidéki életminőség szempontjából szerintem sorskérdés.